Idolesz után folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations-t a negyedik epizóddal. Tehát már megcsináltam legutóbb a harmadik epizódot, igaz? És ez volt a második évad lezárása. És most folytassuk a negyedik epizóddal, ahol a Trials and Tribulations-ben először találkozhatunk Mass Edgeworth. De most van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. A Phoenix Wright Ace Attorney trilógiából a negyedik epizód az a Turn About Beginnings a legrosszabb. De nem a bűnös ítélet miatt, hanem valami annál rosszabb. Valaki fogadhat egy férfi, de nő ennek ellenére lőtt. És valaki bebottyantott sastóba. Phoenix Wright-ből látható, hogy kórházban van. Ez most már mi a fej első peléről fog szólni? Vádlott Eric Foss, vád túszasi gyilkosság és ítélete alá. Az áldozat pedig Valerie Huff. Tehát mi a fő első kliense egy halálra ítélt vádlott volt, aki megszökött a börtönből. Hát évek korábban mi a fő első pere, de nem csak az övé. Mindéges, mert ez az első pere. Szerintem nem kellett volna elfogadni ezt az ügyet. Megjeltette a ronda fejét. Jó egő. Nem tett semmi rosszat. Dave Foss az első kliense, akit 5 éve ezelőtt halálra ítéltek. 5 éve. 5 év börtön. De megszökött onnan. Megszöktél? Megcsálj az ágyogajat! Hogy éleges! Ugyan kiáltjuk, nem jól van. Jövöm. Most hazudod. Még sose hazudik. De most újra elkapnál. Egy kis hazugság. És senkit nem ölt. Átverték. Az a nő. Hazudott a vallomásában. Ezért kapta azt a halálos ítéletet. De nem ölte meg. Két nap ezelőtt megszökött egy rendőrségi vagomból, meg mikor ütköztünk. De 8 órával később. Egy rendőrdő, mint mennyi voltak, amikor megpróbáltak elkapni. És rendőrség azt hiszi, hogy Terry Foss tette.
foglalkoztál azon? És szerintem már találkozott vele. Nem véletlenül mondtam, hogy szerintem. De nem öltem. Életben voltam, amikor távozott. Nem derítettem ki az igazságot, ha csak... Kis cica! Kis cicának nevezi a koktert! Az észre oroszlán, de barlom. Gondoltam, hogy szeretné valakja. Hol van Mr. Osberg? Biztosan ő. Bubble. Szóval, mi a fejasszisztense Diego Armando lesz. Diego Armando. A Grossberg törvény írod a legjobb ügyvédje. De ezen a peren én leszek a legjobb. Hát elég bátor voltam, hogy sem elfogadtam. Első kliens egy halálbüntetésre ítélt. Hogy az ügyészét ugyanolyan kezdő, mint mi. De az a kezdő ügyész egy géniusz is a törvény karrier. Cicus! Szóval cicus vagyok! Hát én esítem meg a karmaival, te! Ez egy indulási. Hát de... Nagyon egyedül lehetett akkor. Minden más ügyvéd feladta nála harc. De mi a fény? Nem van jó megérzés, hogy elmondja. Február 16, 10 óra. Négy bíróság és számú tárgyalt. Mi a fejé és Diego Armando kontra Mass Edgeworth. Na, ezt a per most már egy másik bíróval kell tartani. A kidegkörben van a szakálla van. És nem olyan kopasz, mint az előtt. Tehát most kezdődhet Terry Falls pere. A védelem készen áll. Az ügyész is készen áll. Tehát! Milyen mondom? Tehát mindkét oldalról mindenki újonc. Miafej kontra Mass Edgeworth. Tehát ezt úgy hívnám, hogy kezdő ászügyvédnő kontra kezdő ászügyész. Majd ezt beírom a leírásba is. Szóval ő az új ügyész, akire mindenki lesz. Egy korai évben csatlakozott az ügyész irodához. Méghozzá 20 évesen. Sajnálatos módon csak én nem nyertem el a hírnevelet ezzel. Nem veszítettek egy nála fiatalabba. Tehát fiatal dolgozhatják ezt a perte. És nem tudja, hogy érezni ez irány. Két nappal ezelőtt Terry Falls megszökött
Mióta egy ilyen időségi vagok. De nem egészen a szökés miatt van most étel, nem lehet megölni. De valaki megölt ide. Jaj, ma majdnem elfejtettem gondolatot, de mindjárt rátérek erre. Szóval a Terry Fox-t halálra ítélték ezen a tárgyalóteremben, de a büntetései, a bűnei, a túlszejtés, által lopás és meg gyilkos. És ledobott egy 14 éves a híd. Elég borzalmas bűnök biztos. Na ilyet, ilyenfajta újmódolás nem mutatott az Ace Attorney-ben. És csak itt, ez csak itt mutatott. Most úgy mondod, hogy már fél van kár. Szóval az, aki letartóztatta még 5 éve ezelőtt Falls-t, és vallott ellen. És azt is mondta, hogy ledobta a mag mélyre. Most a híró. Aki vele esik a sastóba, annál a legtöbbig nem éli túl a zuhanás. És a motivum itt azt lenne bizonyára, hogy bosszú, amiért elítéltette. Így úgy gondolja, hogy szerintem a vádlott bűnös. De ez így nem helyes, hogy még nincs. Először halljuk az ügyet, miért eldöntött a végén. De sajnos nem hallhatom, hogy itt van. Itt van ez a tép. Szarik a szavaimra. Fiatalok nem tudják, hogy kell tisztelni az öregebbet. De ezt pont nem mondod. Amikor fiatal vagy, Mia. Először hívják Gumshoe detektívet. Most ilyen kabátja van. Hát szóval fél évvel ezelőtt kapta meg a rendőrségi állást. De senki nem kíváncsi. Szerelmes lett belé! De már szerintem észre ezt érinti. Hát követeli, hogy uralkodjon magán különben. Nem elveszíti az állását. Hát ezért nem is csoda, hogy nem lehetett a szerelme 5 éve ezelőtt. Most 2 éve talán. Most jöhet az incidens.
az áldozat Valhall Horhan nagyja a veterán rendőrségtől, és hátba támadták egy késsel, vérveszteséggel, és tehát aztán a boncolás jelentésben. De több információ is van. Most kapunk még egy térképet is. Egy ilyen régi hidakap. Így van itt, ami elég törött. És itt beszélgetett egymással, hogy gyilkos meg az áldozat. És amikor az a készülés megtörtént, hát akkor a gyilkos ide menett. És ilyen szökhetett volna meg. Tehát egy vékony kabátot. De nem találtak vérnyomot a hibában. De hogyha nincs vér a hídon, akkor nincs bizonyítéka arra, hogy találkozott. De szerintem majd meg lesz győződve, hogyha hallja a vallomást. És biztos benne, hogy találkoztunk. Nem tetszik neki, hogy így mutogat. Ja, már mondani is akartam be. Látjátok, hogy kávé van a kezében? Ez azt jelenti, hogy akivel a második és harmadik epizódban küzdöttem, az voltaképpen Diego Armando, aki voltaképpen ügyvéd volt. Tehát akivel küzdöttem, az annak nem csak ügyész, de ügyvédi tapasztalata is van. Ettől olyan kemény jelenfé, és ettől ügyesebb, mint Mass Edgeworth. Egy hiba, és az a fickor megítat téged egy reggeli teával. Egy ismeretlen személy hívta Hanna, aki elment a híthoz. És látott falszra, és ott volt brutálisan meggyilkolva. Egy kocsiban dugta a holttestet. És csapdát rájtottak állítólag a helyében. Úgy kapták el. Jött a kezdkérdés. Folyik a kávéja. Szóval, még egyszer mondom. Godó igazi neve, Diego Armando. Ebből hajában ismerhetem fel meg, hogy kávét iszik. Hát, ha bár fehér volt a haja, de éppen ez hasonló haja van. Ez mindenki kezdő. Mi tartsam a karbaimat kint, és mutatom meg, mit tudok. Szóval a videóban olvastok, hogy kell ügyvének lenni. És ki lenne az?
Terry Fawcett. Hagyott egy jegyzetet is a hívására a faszolhatszó. Igen, ezt találtam. Kinek az ötlete volt, hogy megtartsa a jegyzetet előre? Hát most bírom én biztosabb a gyertéve. Ne tegyél fel kérdés, hogyha nem tudod a választ. Hát ez a detektív hibája. Ő mondta, hogy ismeretlen szám. Szóval az ügyész mondta, hogy ez tartsa titokban. Szóval a kocsival mentek a híthoz. Szóval ellopta azt a kocsit. És fiataltól, aki várta a piros lámpán. Igen, autótolvaj volt az Barry Falls. Még hogyha gyilkosságét átadom is, hát lopás ügyben nem. Szóval ide ejtették a holtestet. A hátám az készülés. Hát itt már lehetne vízütékot mutatni. Na ezt kéne megmutatni, de miért? Mert emiatt. Hogy teljesen! Attention! Nem tanul. Nem felejtettem, hogy fog mondani. Ez a sötét hozott. Gyakorlatilag kellett ehhez. Nem tetszik neki. Akarsz egy darabot a kávés cukor? Hát még elég fiatal, hogy így igazi kávés. Azt mondtad, hogy jött, hogy nem volt semmi. Akkor hallottuk ezt a jegyzetet. Ezért egyetlen azt mondja, hogy vegye fel egy fehér sállat, hogy felismerj. Bizonyára elfejtette, hogy Valerie Huffról hogy néz ki. Így akarta felismerni. Hol a fehér s***? Ez a fotó nincs rajta. Hát a kocsiban nem.
Figyelni kellett volna. És mi a válaszolat? Készni? Hiányos? Szóval nála volt a sár. És hol volt? A hídon. Szóval ő is nyomozott egy szügyben. És miért nem mondta el? Szóval az acskójában tartotta. Ez a legbiztonságosabb hely. Szóval ugye azt csinálta, mint Godó. Amikor mutatta azt a brossúrát. De ez nem egészen fehér. Igen, ez a sár, elég sáros. Hát elég rossz idő lehetett akkor a hegyekben. Valamilyen esős. Hát akkor a sár is már bizony. Most jöttem ezzel bizonyíti. Arról, hogy tényleg találkoztam fogok. Annak bizonyára van oka, hogy miért ilyen géniusznak, hát meg is mondtam miért. Mert az apja ügyvéd volt. Abból van érdekes. Tehát volt egy szent tanulás. Tehát azt a tanuló készítette ezt a fotót. És elég esős lehetett akkor az idő. A készülés meg mondja, akkor esetett le a sár. Negyven lábnyira van a folyótól. Van így 30 személy is ottan. És miért nincs itt a bíróság? Mert nem akar van. Hát de amíg itt van ez a fotó, addig nincs ok arra, hogy rávigyük azt a szemtanút, hogy tegyen van. Tehát te fosznak volt lehetősége és motivan sor. És már megint kezdi. És megint azt mondja. Már megint, hát az életem. Még kérdés is festettem. Elfejtettem még bizonyítékot ilyen mutatni. Hát a bocsasényt is nem kell mutatni. Hát ezt össze is be kell mutatni majd. Ajjajjajjajjaj. Nem hiszem, hogy a biztinszónak kéne.
átba szúrás volt, azt tudom. De ennek lesz majd később is jelentősége. Vagy ez. Csak lökni, lelökte. De hátulról. Mögötte lökte le. Akkor... A gyepse! Nagy gyepse esett. És köd is volt akkor. Van bizonyítékom arra, hogy az atmoszféra nem egy... Valamit nincs rendben. És mi lenne az? Hát maga a kabát. Hát, ebben nincsen semmi furcsa. És ez az, ami nagyon... Hogy nincs benne semmi. Azt tudjuk, hogy nagyot esett és még ködös is volt az idő. Tehát a híd bizonyára nagyon vizes. Hogy az áldozat tényleg... Még a gyomrára esett még a... Akkor sárosnak kéne lennie annak a kabátnak. Hát igaz, hogy esős volt az idő, de az még nem volt bizonyítva, hogy sáros volt a híd. Hát egy érdekes példát mond, hogy mikor lenne az, hogy egy vizesen és nem sáros. Ezt tenni kell ezt. Tudom-e bizonyítani azt, hogy ez a híd sáros volt? Igazi férfi nem... Mi ellenáll egy ilyen tanítottásunk, hogy biztos. És miért most sáros? Hát ez itt. Tényleg! Nem egyértelmű? Tehát sáros volt a híd, és emiatt a sár, bizony a sáros is lehet. Tehát a híd egyértelműen sáros. Mondás, az áldozat kabátja és a sár között.
Krisok, miért van itt ellenünkre? Minden elmondásra van magyarázat. Egy elmondás mindig lejön a hazugság. A kocsiban volt észrevehető a hatást. A vádottat és az áldozatot itt láthattuk. Vagy a szemtanú vallomása az, ami elmondásos. A hamis bizonyíték a három közül. Tehát az egyik bizonyíték bizonyán hamis. Rákeri az egészet. Nem fogana a bizonyítékokat. Szóval így észre keri az egészet. De én nem hagyjuk, hogy hamis vádaskodjon. Mi elmutatjuk a bizonyítékait. Tehát háromféle dolog van, de melyik lehet a kaguk tojás? Hát a szemtanú vallomása. Hát ez az a vallomás, amit Gamsi detektív módot is, ahol tiltakoztam, ott lehet elmondás. Tehát azt mondta, amit a Szenton mondott. Hát ebben lyukak is van. Tehát nem sáros a kabát. Egy elmondat viszonyan hitta volt. Éppen ezért azt nem tanul utána, most ugye kell hív. Most a brutális igazság. De most nincs semmi szándéka arra, hogy elejtsen. Hát most már van miért aggódni, hogy miért mondta azt, hogy brutális igazság. Mire váltok már? Most nem véletlenül látjátok. Emlékeztek el? A csajra. Az első epizód bossza. Aki nem tudná, Dália Holland, az igazi neve. Még már az első epizódban mindenki, aki játszotta ezt annak emlékeznie kell rá. Aki mindenkit elcsábított, még a bírót is. Szóval ez a tanul egy szenzitív. Egy
én tanulok sokat! Hát ha tényleg úri ember, akkor bizonyára nem így reagál. Ja, majdnem elfelejtettem mondani. Tehát ha időrendi sorrendről van szó, akkor... Turn My Beginnings az első. Csak... az a helyzet itt, hogy azért van, hogy a negyedik epizódban ez ment, ezt nem időrendi sorrend alapján hozták létre, hanem nehézségi szintek alapján. Tehát a negyedik epizód egy nehéz per. Azért van most itt. Sajnálja, hogy sok gondolom. De ezt nagyon könnyen elnézi. Ez az álneve, Melissa Foster. Így főiskolai tanuló. Kegyetlen, most emiatt sírod el magad? Büntetni akarja az ördögi szépséget. Most még bámul. Tehát ilyenkor az a véleményem, hogy elsőre találkozhattak. Mert most úgy jelben rá. Szóval a vadvirágokról csinált kéneket. Észrevette, hogy hídon két személy volt. Harcolta. És akkor fotózta őket. Aztán itt a rendőrség. Itt volt megtalálható, tehát a fotót bizonyán innen készíthette, valahogy itt. Hát ez a nagy sziklás egy volt az útjában. Tehát ez ő kamerája. Szóval a kalapácsának halagjába kell szembenéznie, hogyha elsíratom. Csak meg kicsit, szerintem... Hold it! Reportál akarok lenni. Azt hiszem, de megérti. Szóval ez a tolgó rendőrség.
miért harcolt? Na nem áll! Még kell sírnom magam. Nem hallgató osznak. Hát ezen nincsen a hozzáadása, akkor nézzük. Mutassam ezt. Apcsi, igen. Szép. Majd megijedtem. Itt csak az lát, de hogy... Azt mondtad, hogy... Tehát ez kéne igaz. Miért nem azt mutat? Szóval csak egy cél ki. Azt is. Szóval kifogyott a film meg. Az volt az utolsó. Szóval így menti meg a helyzetet. Ő már átnézte a fotóit. A többi magáról szól. Amikor játszik a vadvirágokkal. Szóval így az idött a kamerája. Szóval magának csinálta. Hát, szóval nem cáfolható, amit... De hogyha nem marad több benne film, akkor több kivetett volna. Kereskedés újra folytatódhat. Ez elég szokatlan lesz. Hát igen, ez beteges. Na, no, ez a kettő valamás adódott hozzá. Attention! A valamásod egy vicc. Hát figyelmeztetni. Csak hogy... Egy rövid valmás és két rossz ellen. És ez nem elnézhető. Csak rá kell nézni a diagramra. Na
Hát a két személy itt volt. Hogyha Zaza megfordult volna, és megpróbált volna tudni a végjelentel ennek... Zsákutca ennek. Azt mondta 10 yardra volt, de nem tudott volna 5 yardnál is tovább többet futni. Ugyanis a hit tönkre ment. Egyszerű. Azt is hazudok. De most egyről bementi, ha ez... Hát most elnézést kér az a**t. Egy hiba van ebben a diagramban. Ez a diagramban az incidens után történik. Ugyanis ez egy nagyon régi híd. De semmi, és nem találtak hivatalos tervrajzot róla. És ha még nem, nincs is megjavítva. Nincs bizonyíték rá, ami bizonyítja, hogy eltölt a híd. De ez nem egységes. Még ezen a fotón sem lehet látni, hogy zsákutca lenne. És ezért kéne elnézést. Mert lehet, hogy rossz a diag. Hát ettől olyan okos. Ezt már korábban kitervezett. Ezért egy olyan géniusz. Ez volt a biztosítás, ez a diagram. Hát igen, elég gyáva. Pontosan ilyen húzásokat hajtott még a Phoenix Wright Eastern-i második epizódjában. Úgy tűnik a vált nem elég. Lássuk, hogy látod tanul. Nézd folytatni. Hogy ez ő utánász? Hát te még... vagy. Szóval megfogta a karjában, és elvitte a kocsihoz, és oda rejtette a holttestet. Nem mosatta ott a hídon. Ilyen is szokott látni. Hogyha elfogadja ezt a valmast, akkor beszoptuk. Mocsát! Nem tudom, hogy ez mit jelent franciául. Hát nincs vége a pernél, de hát ezt akarta hallani. Hold it!
hát ez egy esős nap. De tehát most már tudjuk azt, hogy van ott egy kis templom, meg egy csatornázó dojo. Valaki zártak lenni, mert egy kinek. Hát akkor ennek semmi értelme nem volt. Újra megmutattam ezt. Attention! Egy gyilkos nem hagyná, hogy az áldozatát megtalálja. Az érthető. De szerintem húzás volt. De van könnyebb mód is, hogy talán találjanak rá módot, hogy ne találják meg a holttestet. Hát egyszerűen gondolom, hogy az érdekességet erre a folyó. Azt, hogy nem mindenki épül fel, hogyha egyszer beleesik a saskóba. Öt évvel ezelőtt volt egy áldozat, akit belejtettek a folyóba, de nem találták meg. Hogyha 10 gyilkosság történt, ugyan akkor bármely gyilkos bedobta volna őket a vízbe. Bármilyen furcsa találod a gyilkosnak a húzásait, akkor is a gyilkos ezt tette. Ez még nem cáfolható. Nevetséges a... De azt nem találgathatom le, hogy a holttest itt. Elfelejtettem, itt lett az.
Vagy ezt kéne megmutat? Jaj, nem, az a második részben. Nem tudom, ez még egyszer meg kell mutatni, vagy nem? Azt szerintem kezdjük egy hold. Halit! Elfogta magát, hogy hinni kell. Jajjajjajjaj, vagy ez? Ez egy kocsi téma, tehát nem. Kamera nem lehet. Sár sem lehet. Robosz. Mi volt ide írva? Nem, ez nem lehet. Jajjajjajjajjajj. Kis rizikot vállalok talán, de ha az nem, akkor ez. Mi legyen? Gondolkozz. Objection! Tudtam! Most érted be igazán. Egy komoly amikor azt mondta, hogy a gyilkos betölte az ellopott kocsi kofferét és odaejtette a ezt a szemével látta. Tehát a tanú itt volt. Még hogyha mi is próbáltad látni azt a kocsit. Ezek a sziklák az útjában volt. Szóval a gyilkos kocsiját nem láthatta volna. Tehát nem elég magas ahhoz, hogy ne látassa a kocsit. Na, csak hogy ezt nem veszem be. Csak ezt a részt lehet itt látni volt a képen egy kamerával. Meg ki lenne vágva ez a része.
hogyha mégis láttad a gyilkosnak a kocsiját. Ott a leakott kocsiról is meg volt győződve arról. Csak úgy figyelmeztetve volt, miért elkezdte a valomását. Hogy azt mondja, amit lát, de a szemébe. Senki sem tökéletes a planétán. Ez még mindig nem elég a bizonyítás. Tartok azt a könnyeidet kés. Ne nézz hátra, amikor nincs vége a pernek. Bemenni. De viszont te. Emlékeznem kell. A valomására. Amikor beszélt a lopott kocsiról. Honnan tudta ezt? Honnan tudta, hogy betölte azt a kocsit? Hogyha messziről látta. Egy gyanús lehet, hogyha tudod róla. Hát meg voltak ott a nyomok. Tehát erről beszél bizonyára, erről a törésről. Elégedett? Ez el fog menni. Megint elárultad magad. Azt mondtad, hogy ti adjálokat csináltál a fotót. De tudtál arról a törést? Kérdés az mikor? Mikor volt esélyed, hogy lásd azokat a töréseket? Azt gondolják, hogy... Már fáradt az, hogy lásd. Gyorsan menni, hogy elmagyarázd. Egy lehetséges magyarázat. Egyetlen magyarázat az, hogyha a hullát ő maga tette be. Hogy ő nyithatta ki azt a konfert, és ő tette be azt a hullát. Nagyon hazudik. Ha ő lett volna, aki betette volna azt a hullát, akkor kulcsot használt volna, akkor nem kellett volna betölni. Ellopta. De olyan valakit, aki várt a piros lámpán, ami azt jelenti, hogy a kulcs bizonyára nála lehetett. Kösz, hogy beszéltél a törésről. Mit
repedést, inkább mondjuk annyiban. Hát az igazság, nem tették? Ennélkül nem terített. Nem lehet olyan, hogy Mr. Falszor kérbe tette volna. Offer, az a hókosan. Akkor hogy magyarázom meg azt a hókosan? Most majd a lehetőség. Ellenkezőleg. Ebben nem lehetek biztos. Nem kell mélyen gondolkodni ezen. Melyik bizonyítékot is kellene mutatni? Álljunk, csak gondolkozz. Elfejtettem valamit. Jaj! Come on! Jókodj már! Mi volt idéva? Azon meg ezt! Take that! Ja, hát nem ez az boss. Baszki! Hát ez nem az. Ez sem az! Oké. Most fogom meg ezt. Ez sem az! Bassza meg! Sem! Hancba! Hát... Ne kezdj ezt! Ez sem! Ez most komolyan kamera? Ez volt az! Aj, nagyon becsaptál engem! Hát nem csak azért küldtette, hogy tette oda azt a kamerát, mert hogy képeket készítsen. Szóval nem volt a völgyben, amikor büntény történt. Igen, de nem a völgy.
Robot Mrs. Foster, amikor az incidens történt. És hol volt Melissa Foster? A Victim Race. Szégyre! Ott bizonyára emelkült a kocsival. De akkor nem volt volna ideje, hogy betegye az áldozatot a kocsiba. Tehát, hogyha valaki betette azt a holttestet a kofferba, akkor az azt jelenti, hogy ott volt, mielőtt még az áldozat ott lett volna. Tehát, hogyha nem, mindegy. No, gyertsen! Az áldozat már régen halott volt. Tehát a régen halottat akkor bizonyára nem ölhetne meg, csak egyszerűen elmenekült. Ja, értem már te! Szóval az volt a terve, hogy... hogy meghamisítsa a bizonyítékot. Azzal, hogy ejteti, hogy a vállalta, hogy Valerie Hathorn. De volt, aki nem Valerie Hathorn a tartja. Nevetség. Akkor ki volt ez a... A f***a. A szemtanú lehetett a f***a. Ez az egyet f***a. Ha, volna tartott, hogy Melissa Foster. Szóval értem, az a volt a tervük, hogy Melissa Fosternek volt az a terve, hogy megölje az áldozatot, még mielőtt a vádlott megérkezik. És amikor elmegy a vádlott, akkor már rendőrség megtalálja a holttestet Koffert. Tehát esős és ködös idő volt a hegyek. És Fosz elhitte, hogy Valerie-vel tartja. De a vádott Aiton Lotus az jól ismerhette Valerie Hathorn. És az ő valomással kérte. Csak hogy börtönben volt 5 évig a vádott. Így nem emlékezett. Nem emlékezhetett rá. És hol a bizonyíték erre? Tényleg! Szóval a felismerésre volt szüksége, méghozzá ez a sáv. Fel akarta ismerni, hogy csak ezt írta be a jegyzetbe. Bárki lehetett, aki Valerie Hathornnak átszaszhatta magát. Mit mondasz el, Melissa? Most elájult. Tehát Melissa Foster megváltozott azzal, hogy megölte Valerie Hathornt.
Hát a váróban van most jelenleg. Szóval önrejtette ide ebbe a kocsiba. Csak de jó kiállítás. Addig szünetet fog tartani, mert még meg kell tudni, hogy mi volt, milyen szándékból meg. Folytatjuk. Oké, okay, ez milyen hosszú volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, tehát következő évben befejezem a negyedik epizódot, mert ez csak olyan két videós. Jó, szevasztok legközelebb is.